A Nagytétényi Kastély Múzeum adott otthont az RTL Klub új napi kosztümös telenovellájának, melynek nyári forgatásába stábunk is betekinthetett. Nagyon érdekes kísérletet terveztünk, csináltunk egy napi sorozatot, ami kosztümös, tehát nem a mostani világban játszódik, hanem 1865-ben kezdődik a kiegyezés előtt. Ez az első olyan magyar napi drámai sorozat, ami visszamerészkedik az időben, és vállalja azt, hogy kosztümös forgatással egy régi, igazi mesébe repíti vissza a közönséget. Kemény vállalás volt, nagyon sokat mellóztunk érte, nagyon sok hátulütője volt, de rettenetesen élveztük szerintem. Sőt, én most már kimerem mondani, hogy ez volt életem eddigi legjobb forgatása. Nagyon jó, átálltunk a közelikre, tök jó. A Bátrak Földje című telenovellát fél évig forgatták több helyszínen, közel 130 főstábbal. A 80 részből álló sorozat 2020. január 1-én debütált. Még csak egy hete van műsoron, de már most nagy kedvence a nézőknek. 80 epizódot forgattunk le, úgy kell elképzelni, hogy dupla stáb dolgozott minden nap, minden forgatási napon, tehát egy epizódot nagyjából ilyen másfél-két nap alatt vettünk föl, viszont eltérve az eddigi megszokott napi drámai sorozatra jellemző forgatási metódustól most csak külsőben forgattunk, tehát itt Nagytétényben a kastélyban, Nagytétény különböző pontjain, például nagyon izgalmas helyszíneket sikerült találni, a tangazdaság pincéje, ami a fogadónk, meg az egyik szereplő családnak a boros pincéje is egyben. Kint a Dunaparton ott épült föl ugye a hídnak, vagy maga a híd, a vasúti híd, ami aztán az első epizódban föl is robbant. Úgyhogy külső helyszíneken dolgozunk, ezáltal egy picit lassabbak is vagyunk, de sokkal biztosabb, szebb képeket és történetmesélést tudunk biztosítani a közönségnek ezáltal. A tökéletesen kialakított környezetben és a korhű jelmezekben a színészek rögtön azonosulni tudtak a karakterükkel. Karsai Ferenc polgármestert Ondrus Ilona, a Bátrak Földje producere, és Kalamár Tamás a sorozat showrunnere vezette végig a forgatási helyszíneken. Ez egy nagy büszkeség, hogy pont a Nagytétényi kastély ad otthont ennek a forgatásnak, úgyhogy én nagyon szurkolok ennek a filmnek, és nagyon izgalmasak a szereplők is, kerülethez kötődő emberek is vannak a stábban, mind a készítők között, mind a színészek között. A romantikus történet 1865-ben játszódik, melyben egy báró kisasszony, egy hűszolgáló lány és két rivális férfi küzd az igaz szerelemért. Valahol azt olvastam, hogy a rendezés vagy a forgatás semmi másról nem szól, csak probléma megoldásról. Folyamatosan küzdöttünk a problémákkal. A legérdekesebb az, amire a legkevésbé gondoltunk az elején, hogy tele van olyan zajjal, olyan zajszennyezett most már Budapest, hogy egy régi kosztümös filmet, amiben sem autók, kamionok és sem repülők nem voltak háttérben, szinte lehetetlen forgatni. Tehát a legtöbb kihívást az jelentett, hogy hogyan oldjuk meg azt, hogy ugye a sorozat egy bizonyos része arról szól, hogy épül a vasút, és hogy nem tudom, több száz ilyen jelenetünk volt, ahol elmondta a szereplő, hogy itt Rokocán soha nem lesz vasút. Megy van ott a háttérben. Jelmezügyileg is, kellékügyileg is. Hát például egy csomó olyan dologgal szembesültünk, amire nem gondoltam én rendezőként például, hogy egy azon ír a jelenben, fogja a puskát és lelövi vele a másikat, ami tök jó, csak hát ezt végig kellett gondolni, meg utána kellett nézni, hogy ezek a puskák nem úgy működtek régen, hogy fogta az ember, fölrakta, hanem 38-40 másodperc kellett egy újratöltéshez. Tehát egy csomó ilyen izgalmas dolognak kellett utána nézni, amit halálosan élveztem. Tehát, hogy ez egy ilyen research időszak volt, amit nagyon-nagyon jó volt így végigélni, utána olvasni. És ami nagyon fontos, és ez tényleg érdekes, meg nekünk is egy pici segítség, hogy ez nem egy történelmi sorozat. Tehát nem akartunk, egy picit sem akartunk korhű vagy történelmileg teljesen hiteles dolgokat ábrázolni. Ez egy fiktív történet, egy fiktív városban játszódik, több fiktív család életét mutatja be, és az összefonódásaikat. Tulajdonképpen itt a 19. század második fele nekünk csak egy díszlet, egy háttér. Tehát ez a történet, ez megállna a helyét szerintem a napjainkban is, vagy akár, mit tudom én, 600 évvel korábban. Ez csak egy pici izgalom, egy ilyen kis pici twist, egy pici kis csavar, hogy itt éppen másról van szó. Ami nekem meg különösen tetszik, azok az áthallások, amiket azért sokszor olvasom a forgatókönyvet, vagy nézem a jelenetet, ahogy a szereplők csinálják, és ez sokszor az az érzés, amit szóval, tehát ez ugyanígy van ma is, ugyanezekkel a problémákkal szembesülünk. Az izgalmas szerelmi szálakkal színesített történet minden hétköznap este 9 órakor látható az RTL Klubban.